A székesfehérvári egyházmegye kiemelt eseménye volt a már 9. éve megtartott bodajki papi zarándoklat. A lelkipásztorok közössége, együtt gondolkodása a hívek számára is fontos, és biztonságot ad a hit útján járva. Idén 9. alkalommal jövünk ide Bodajkra, hogy együtt imádkozzunk, és az a szívem vágya, és ez a törekvésünk, hogy a nagy csütörtöki krizmamise, az éves papszentelési szentmise mellett ez az őszi találkozó legyen a papok életének egy ünnepe, egy megerősítése, egy olyan alkalom, amikor találkozunk egymással, és együtt találkozunk a jó Istennel. Bodajknak ez a nagyon szép kegyhelye, amely az egész ország talán egyik legősibb kegyhelye. Nem tudjuk pontosan az eredetét meghatározni, messze Szent László kora előtt itt már imádkoztak. Ez nagyon szívünkhöz nőtt, nagyon szeretjük ezt a kegyhelyet, és örömmel vannak itt a papok. Szeretném, hogyha ezek a találkozások az örömről szólnának, a megerősödésről, arról, hogy megbékélünk magunkkal, egymással, az olykor föllépő nehézségekkel, és elfogadva jó Istentől mindent, próbáljunk békével, új lendülettel, feltöltődve erővel teljesíteni a küldetést. Az idei alkalom aktualitását az adta, hogy a közoktatás átszervezése keretében megkezdődik az iskolákban a kötelező erkölcstan, illetve annak alternatívájaként a hit és erkölcstan oktatás. Sok esetben olyanok is jelentkeznek, olyanok is igényelték a katolikus hit és erkölcstan oktatást, akik korábban nem jártak hittarna. Ez egy új hozzáállást is igényel részünkről is, nem a eddigi kitaposott ösvényeken kell majd járnunk, hanem új utakat kell keresnünk, módszertanilag is, tematikailag is, felkészülésben is, személyi kérdésekben is. A Székesfehérvári Egyházmegyében is több intézkedést hoztak, hogy szakmailag koordinálják a hitoktatás területét is. Komoly lépések történtek, esperesi kerületenként lesznek szaktanácsadók, szakfelügyelők, akik segítségére siethetnek a hitoktatóknak, ezeknek a munkáját koordinálja az egyházmegyei hitoktatási felügyelőség. Már több megbeszélést is tartottunk, készült egy átmeneti tanmenet a újonnan a felső tagozatban hittankérő gyerekek részére. Tehát komoly lépések történt, természetesen elején vagyunk a munkának. Reméljük, hogy minél jobban és minél hatékonyabban el tudjuk látni majd a feladatokat. Először volt az előadók sorában civil személy Bodorics Andrea középiskolai tanár hitoktató, aki a plébániai közösségben vagy az iskola keretei között, különös tekintettel az önkormányzati iskolákban tartott hitoktatás különbözőségeiről beszélt. Nem csak hittant oktatok, hanem történelem és földrajz szakos is tanár vagyok, és minimum pont ugyanannyit kell egy hittanórára készülni, mint bármelyik más iskolai tantárgyra. Vannak olyan dolgok, amikben egészen hasonló, mint bármelyik más tantárgy, tehát módszereket ugyanúgy át lehet venni bármelyik más tantárgyból. Ugyanakkor azért amiatt, hogy sokkal jobban előtérben van a nevelésnek a kérdése, és hogy igazából a hitoktatás az nem csak arról szól, hogy tárgyi ismereteket adjunk át, hanem akár annak révén, amit megtanítunk, akár saját példánk, akár plébániai élet kapcsán, tulajdonképpen az egész életükre akarunk hatni, és arra, hogy ezek a gyerekek meg a fiatalok, ezek megmaradjanak az egyházban, és felnőttként is gyakorló hívők legyenek, és ez azt gondolom, hogy nagyon nagy feladatot ró minnyájunkra. Részletes és sokszínű bemutatót tartott a hitoktatás módszereiről. Kiemelte, hogy a hit világossága az egész ismeretanyagot át tudja ragyogni, így hat a gyerekek mindennapi életére, kapcsolódik egész emberi kultúránkhoz.